A Bregyóban tartalmasan telik a vakáció, jó ide jönni, ez nem kérdés, mondják a gyerekek. Vannak, akik a kezdetek óta itt töltik a szünidőt. Ez a tábor a legjobb, és szerintem a hetes vonás meg a labdakészítés a legjobb. Ezen a héten több mint 220 gyermek táborozik a Bregyóban. A 4 hét alatt eddig 1000-nél is több általános iskolás nyaralt itt. Pénteken a 4. turnusz zárja a Bregyó közi napközis tábor. Több mint 1300 székesfehérvári általános iskolást fogadtunk eddig. Az elkövetkezendő 2 hétben, augusztus 10-ig várhatóan még 350 gyermek fog érkezni a Bregyó közi táborba. A város napközis táborában idén is kibővült tartalommal, rengeteg érdekes és színes programmal várják az általános iskolásokat. A táborvezető azt is elmondta, hogy adataik alapján minden 4. gyermek ingyenesen vehet részt a táborban, minden 5. kisdiák pedig nagy családból érkezik. A fehérvári kézművesek pedig hétről hétre ellátogatnak a gyerekekhez, hogy egy-egy szakma fortéjaival megismertessék a kisdiákokat. Gyapjukból ugye kis nemezgolyókat gyúratok a gyerekekkel, illetve labdákat. A kézműves asztaloknál pedig mondhatni, mindig telt házban. A gyerekek közül sokan érdeklődnek az ilyen programok iránt. A kézi munkák azok nekem jobban mennek, hajtogatás, és ezeket én jobban szeretem, gyöngyfűzés esetleg. Melanie pedig Floridából érkezett 2 testvérével a táborba. Ők nem csak a foglalkozások miatt jöttek ide, hanem azért is, hogy anyanyelvüket, a magyart gyakorolhassák. Itt jöttünk a nagymamával, és hogy tudok nyelveket beszélni, magyarul, és most tanultam spanyol, szóval magyarul kell gyakorolni. Még 2 héten keresztül várja a Bregyó tábor a kisdiákokat, idén is van mód pótjelentkezésre, amit a tábor kezdete előtt 72 órával előbb lehet megtenni.